25 éve szervezi meg minden évben a Felnémet kultúrájáért alapítvány a Szüreti Napokat, amelyhez idén a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület is csatlakozott. Szűken véve a program háromnapos, mindig csütörtökön indul, pénteki szombati nappal zárul, csütörtökön a Pászörvölgyi iskolának az aulájában van az ünnepélyes megnyitó. A megnyitó keretében mindig valamilyen kiállítás, most egy festménykiállítás van a falakon, aminek a bemutatója csütörtökön megtörtént. Emellett szüreti játszóházzal készültek a gyerekeknek, akik a mustkészítéssel is megismerkedhettek. A rendezvény záró napján szombaton a szüreti koszorú megszentelésével áldást kértek az idei termésre. Habis László polgármester köszöntőiben elmondta, örül, hogy részese lehet ennek a jubileumi eseménynek, amely az emberi teljesítménynek is ünnepe. A programon közreműködtek a Berva völgyi óvodások nagy csoportosai és a Pászor völgyi általános iskola Világvirága néptánc csoportjai is. Ezek a programok egyre közelebb hozzák az itt élő embereket, sőt a városban élő embereket is, megismerhetjük a régmúlt hagyományot és továbbadhatjuk a fiatal nemzedéknek. A Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület a szüreti program lezárásával a szilveszteri rendezvényre készül, ahová kisgyerekes családokat is várják.